Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bácsfalvi András vagyok. Ez pedig a Védelmi Vonalak, a Banki Kontrollfunkciók podcastja. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés és a bankbiztonság aktuális trendjeinek, lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma kréméhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, munkájukkal hozzájárultak a prudens banki működéshez és a pénzintézetekbe vetett bizalom növekedéséhez. A mai vendégem Tihanyi Zita. Zita 1995-ben csatlakozott a Raiffeisen Bankhoz, ahol pár év után a jogi főosztályvezetője lett. A jogi terület mellett felépítette és irányította a compliance főosztályt, majd ügyvezető igazgatóként az adatvédelem, panaszkezelés, illetve a fogyasztóvédelmi egység kialakítója és irányítója lett. A magyarországi Raiffeisen csoport fő lobbistája volt belföldön és az EU jogalkotási folyamatokban. A Legal 500 2017-ben a legbefolyásosabb 120 közép- és kelet-európai jogi vezető egyikévé választotta. 2003-tól választott bíró. Két éve az elsősorban pénz- és tőkepiaci ügyfelekkel foglalkozó Gárdos Mosonyi Tomori ügyvédi iroda partnere. Szia Zita, köszöntelek a Védelmi Vonalakban. Szia András, köszönöm szépen a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat. Több mint 25 évig dolgoztál a Raiffeisennél, vezettél workout területet, jogi területet és compliance területet is. Valamikorig bankosként mondhatom, hogy szinte összeforrott a nevetek egymással. Mesélj egy picit erről az időszakról, milyen volt szakmai életed ezen szakasza? Mik voltak a legnagyobb nehézségek, illetve mik voltak a legnagyobb szakmai sikereid? És mire vagy a legbüszkébb? Igen, nekem a Raiffeisen ez egy rendkívül hosszú történet volt az életemben, tehát tényleg több mint 25 évet töltöttem ott. Ez volt az első munkahelyem, nyilván az már eleve meghatározó. Viszonylag rövid idő után vezető pozícióba kerültem ott, és végigértem azt, hogy ez egy picike butik bankból, ahol csak 100 ember dolgozott, lett egy hatalmas mamut, legalábbis magyar viszonylatban. 100 emberrel kezdett a Raiffeisen? Még kevesebb, de amikor én oda kerültem 95-be, akkor ilyen kevesen voltunk, és aztán itt egy pár év alatt ez felfutott egy 4000 fős mamut szervezetre, kezdetben kis nagyvállalati hitelezésből indult, és aztán utána pedig egy ilyen univerzális bankcsoporttá nőtte ki magát itt Magyarországon. Ennek minden előnyével és hátrányával, de én azért elsősorban az előnyét láttam, tehát rengeteg újabb és újabb feladat jött egymás után. Kezdetben jogi vezetőként dolgoztam, aztán utána ehhez jött még egy csomó más feladat. Nyilván azért voltam itt ennyire sokáig, mert mindig jöttek újabb és újabb kihívások. Voltam compliance vezető, szerintem 2-5 évig, aztán vezettem workout területet, adatvédelmet, társasági titkárságot, panaszkezelést, fogyasztóvédelmet. Tehát a jog volt az állandó, ami mindig volt, és akkor emellé társult általában 2-3-4 terület még, ami hozzám tartozott. Rengeteg kihívás volt néhány nagyon nehéz pillanat is, de igazából a nehézséget az okozta, meg talán a legnagyobb kihívást, hogy az embernek egyik oldalról biztosítani kellett egyfajta jogi megfelelés, másik oldalról meg nyilván az üzleti érdekeknek megfelelően kellett eljárni. Ez ugye mind a jog, mind a compliance szempontjából talán szerintem a legnehezebben megoldható feladvány. Ugye az üzleti érdek az nem feltétlenül mindig jogszabályszerűen valósítható meg, és akkor visszarángatni az üzleti területet a még megfelelő, még legkisebb kockázatot magában rejtő útra, ez nem mindig egyszerű, és együtt jár egy csomó konfliktussal. Talán ez volt a legnehezebb. Személy szerint nekem még volt egy nehézség, ezzel szerintem sokan szembesülnek, akik multinál dolgoznak, hogy valahogy mindig próbáltam megtartani az egyensúlyt így a magánéletem és a munkám között. Nyilván nekem is van két kislányom, illetve most már nagylányok, van férjem, van családi életem, vannak hobbiaim, és akkor ez nehéz így egybeterelni azzal, hogy közben az ember vezető pozícióba ül, management meetingek vannak, váratlan piaci körülmények, felügyeleti elvárások, kisebb-nagyobb őrületek, ez nem mindig családbarát. Tehát ugye ilyen szempontból ez mindig egy küzdelem volt. Hát remélem, hogy sikerült megtalálni az egyensúly, de voltak helyzetek, amikor azt gondoltam, hogy ez azért borul egy kicsit. Aztán voltak nagy sikerek is nyilván, meg ilyen felemelő feladatok. Van, amit mindenki utál, és én mégis szerettem. Mondjuk ilyen volt
a GDPR projekt a bankban, aminél úgy borzalmasabbat nem nagyon tudnak emberek elképzelni, 500 ezer ügyféllel, iszonyatos mennyiségű adattal, több mint 600 IT rendszerrel, és akkor ezt én vezényeltem több mint 120 kollégával együtt a bankban, 5 évig gyűrtük. Én egyébként szerettem, mert álomvilág egy picit ez a GDPR, nyilván senki nem szerette az üzleti területen dolgozók közül, sokba kerül, nem tudod rendesen megvalósítani, a hatóság elvárásait nem tudod megugrani. Nehéz elmondani, hogy mennyi pénzt keresünk vele, ugye, mert ilyenkor megkérdezik, hogy jó, de mennyi profitunk lesz, igen, az nem lesz. Az biztos nem lesz. Ezzel együtt mégiscsak sikerült valami olyan pontra eljutni, ami már valamiféle vállalható kompromisszum. Tehát én például ezt szerettem, vagy szerettem a fenntarthatósággal kapcsolatos szabályokat, mikor megjelentek mindenféle szempontból, legyen az finanszírozás, legyen az zöld kötvény, legyen az governance kérdés, diverzitás. Ezt kimondottan élveztem mindig is. De ami a legnagyobb eredmény, bár erre üzleti szempontból nem szokták azt mondani, nagy eredmény nekem személyes életem szempontjából az volt, hogy volt egy olyan csapatom, akik túl azon, hogy szakmilag szerintem nagyon jó emberek voltak, sikerült egy olyan közösséget teremtenünk, ahol tényleg az volt, hogy válvetve dolgozunk ugye a közös céljainkért, és még jóba is vagyunk, és még jó is a hangulat. Tehát itt volt nagyon sok kollega, akivel hosszú éveket dolgoztam együtt, akár hosszú évtizedeket, és azért az úgy ritkaság a mai világban. Most viszont ugye egy jogi iroda partnereként dolgozol. Milyen számodra a pénzintézeti szektoron kívüli élet? Milyen feladatok találnak meg mostanság? Ez érdekes, mert tulajdonképpen elhagytam a szektort, már mint a bankszektort, de valójában még sem hagytam el. De a szektor nem hagyott el téged? Igen, így is mondhatjuk. Tehát ahol most dolgozom, az egy olyan ügyvédiroda, ez a Gárdos Mosonyi Tomori ügyvédiroda, aminek a partnere lettem, akinek elsősorban ebből a szektorból vannak ügyfelei, tehát az ügyfelek többsége, több mint a fele, az pénz- és tőkepiaci szereplő. Az én ügyfeleim között is a legtöbb az kereskedelmi bank, leasingcégek, alapkezelők, biztosítók, de ugyanakkor azért tágult a paletta, mert hogy az ügyfelek egy része azért az már nem ez a szektor, tehát nekem is van nagy távközlési cégügyfelem, autóipari beszállítók, tehát hogy azért ez egy kitekintést ad más jobb területekre is. És nyilván miután én mindig is egy generalista voltam, itt is most az a feladatom, hogy egyfajta ilyen teljes kiszolgálást nyújtó palettát ajánljak az ügyfeleknek. Tehát foglalkozom én most nagyon sok minden mással, amivel korábban nem, tehát biztosítási jogtól elkezdve munkajogi kérdéseken át, kártérítés, mindenféle. De itt is most egy szakmailag egy nagyon erős csapatban ülök. A compliance sem hagytam el, egyébként ez érdekes, mert ez nem egy szokott vagy szokásos ügyvédi tevékenység. Egyrészt nagyon sok ügyfelünk igényli a compliance szolgáltatást ügyvédi irodáktól, tehát rengeteg compliance tanácsadást csinálok, compliance szabályzatokat írok, risk assessmentet csinálok, ami azért meglepő, hogy ügyvédként ilyen feladatom is van. És közben még az a megtiszteltetés is ért, hogy felkértek most idén az ELTE jogi továbbképző intézetnél a most indult compliance szakjogász képzésben arra, hogy compliance-t oktassak, tehát a vállalati compliance tantárgyat most én viszem. És hát ez roppant érdekes tényleg, mert hogy ott ül veled szemben 70 olyan ember, aki maga is dolgozik már compliance területen, különböző szektorokból jön, van, aki a gyógyszeriparból, van, aki a közigazgatásból, van, aki a bankszektorból természetesen, és van egy komoly, nagyon intenzív eszmecsere is, túl azon, hogy nyilván én tartok előadást, és elmondom a tapasztalataimat, úgyhogy ez rendkívül izgalmas, kimondottan élvezem azt, hogy taníthatok is. És tényleg milyen jó az is, hogy ma már eljutottunk compliance-en belül is arra a szintre, hogy ez tantárgyként megjelenik egyetemeken. Azért, amikor mi kezdtük, ha megengedett, hogy így fogalmazzak, tehát, hogy korábban, mint most van, hát akkor azért olyan nagyon, nagyon sok, először is magyar nyelven nem nagyon volt szerintem elérhető kb. Semmi. Másrészt az, hogy iskolai keretek között és tapasztalt embertől. Tehát én azt gondolom, hogy az nagyon jó dolog, hogy tőled tanulhatnak, mert azok a tapasztalatok, amiket az évek során összeszedtél, illetve a mai napig összeszed, azok nagyon-nagyon jól fognak jönni azoknak a kollégáknak, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés egyrészt az ELTE részéről, másrészt meg gratulálok a megtiszteltetéshez. Említetted a tőkepiacot. Hogyan látod a pénz- és tőkepiaci compliance jelenlegi és jövőbeni helyzetét? Merre tartunk most ezen a téren? Ez egy nagyon
speciális területe az üzleti életnek. Azt gondolom, hogy a tőkepiacnak megvan a maga szakzsargonja, megvannak a maga ügylettípusai, ami más területen tevékenykedőknek, egy kicsit misztikusnak is tűnhetnek, és nem annyira könnyen érthetőnek. Rengeteg visszaélésre van lehetőség, pont azért, mert viszonylag kevesen értenek hozzá, vagy kevesen értenek annyira hozzá, hogy jól átlássák a piac dinamizmusát, a működési sajátosságait. Úgyhogy itt igazán nehéz compliance-esnek lenni. Én egyébként is azt gondolom, hogy anélkül nem tudsz jó compliance csinálni, hogy ne ismernéd az alapul fekvő üzletet, A-tól Z-ig, tényleg a velejéig. Na most, ha a bankszektorban szétnézünk, ugye nagyon sok helyen a befektetési szolgáltatások is elég erőteljesek, nagyon kevés az igazán jó compliance szakember, aki ezt érti, és nem csak messziről szagolgatja. Most már sokkal jobb a helyzet, mert egyébként most már sokkal több a képzés, ahogy te is mondtad, van szakirodalom, tényleg nemzetközi best practice-ek rendelkezésre állnak. Viszont a szakmának az a része, hogy a szabályozottság az pedig rohan előre, tehát újabb és újabb, iszonyatosan bonyolult jogszabályok jönnek ki, és szerintem egy kicsit a szakmát elviszi abba az irányba, hogy a jogszabály ismeretekre koncentrálnak, és kevésbé arra, hogy ténylegesen értsék, hogy ott mi történik azon az üzleti területen. És borzasztóan bonyolultnak érzem a jogszabályokat ezen a téren. Tehát most, hogyha belegondolunk a MIFID szabályozásban, meg amit lehet, most így például... Lehet, hogy a jogalkotó se érti. Néha az a benyomásom, hogy talán a kevesebb, az több lenne. Igen. Mert hogy ez mindenki számára könnyebben átlátható és érthető lenne. Ezzel nagyjából meg is válaszoltad egy következő kérdésemet, de mégis kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan látod, hogy éppen ez a komplexitás miatt, amit említesz, nehéz ide embert találni? Úgy tapasztalod? Én megmondom őszintén, a tőkepiaci compliance-nél nehezebben felstaffolható területtel még nem találkoztam a compliance területén, és éppen azért, amit te mondtál, hogy a jogszabályi ismeret elengedhetetlenül fontos, de itt tényleg nem elégséges. Ha nem érted, hogy mi van egy dealing roomban, ha nem érted, hogy hogyan lehet piac befolyásoló magatartást elkövetni, olvashatod napestig. Nehéz ide szakembert találni? Te is ezt látod? Én azt gondolom, hogy ritka, mint a fehér holló, hogyha mondjuk a magyar piacon körülnézel, azért nagyjából ismerjük azt, aki tevékenykedik a szakmában szerintem. Most lehet, hogy csúnya, hogy ilyen kicsi számot mondok, de 10 alatt van azoknak a szakembereknek a száma, aki igazán ehhez ér ma Magyarországon. Biztosan. És ugye ezek a szakemberek nyilván nagyon keresettek más állásokban is, és nagyon nagy más állásoknak az elszívó ereje szerintem. Mert ezek általában nagyon sok közülük jogász, vagy ha nem jogász is a jogszabályokat olyan szinten érti, hogy csímen máshova, mondjuk úgy, hogy akár üzleti területre is átviszik. Olyan szinten, hogy nekem volt egy nagyon-nagyon jó tőkepiaci compliance vezetőm, tehát kiváló volt. Ő közgazdász volt, de felügyeleten is dolgozott, tehát tényleg dolgozott mind a két oldalon, ha úgy tetszik, az üzleti meg a compliance oldalon is. Nagyon jól értette a jogszabályokat is, az üzleti igényeket is, a operatív szemlélete is volt, tehát azt is érezte, hogy hol lehet. Osztályvezető volt nálam, és elvitte a City Dublinba Senior Vice Presidentnek. És akkor ott tényleg az ember azt tudja mondani, hogy jó, akkor vigyél magaddal, vagy nem tudom. Tehát, igen, tehát abszolút azt tapasztalom én is, hogyha valaki jó ebben a szakmában, akkor határa csillagos ég, mert mint a fehér holló, így láttam én is. Várható szerinted ezen a területen valamilyen jogszabályi változás a közeljövőben, akár hazai, akár nemzetközi szinten? És ha igen, akkor mit remélsz ezektől? Mit gondolsz, hova helyeződik a jövőben a fókusz a befektetővédelem kapcsán? Nyilván itt a jogszabályok változnak, tehát jönnek az újabb és újabb tendenciák. Én most nagyon sokat foglalkoztam a compliance-nek egyfajta, hát nem is tudom, hogy compliance terület, perem területe, nyilván a fenntarthatóságnak van nagy rakat olyan vonatkozása, ami a compliance területnek is. Az úgy olyan compliance-es bejön, és a tőkepiaci compliance-be is nagyon beleszólnak a különböző közzétételi eljárások, ugye a MIFID tesztek kapcsán a különböző kérdéveket, hogy kell a fenntarthatósági kérdésekkel kiegészíteni, ezt mindenki mostanában gyűrte a piacon, aki tőkepiaci compliance-el foglalkozik. Én itt is azt látom, hogy ezek a jogszabályok jönnek, és pont most néztem át egy nagyobb munka kapcsán, hogy önmagában a fenntarthatósággal kapcsolatos tőkepiaci szabályok mennyisége, az, ha csak a jogszabályt nézem és eltekintek a felügyeleti útmutatásoktól, akkor több mint 800 oldal. Amit hogy gondolja bárki,
azt, hogy ezt fejben lehet tartani, de nem is fejben, hanem hogy egyáltalán át lehet látni. És az egész nagyon, nagyon nehezen struktúrálható, borzasztó, komplex valami. Úgyhogy én azt látom, hogy miután a tőkepiacok is nagyon bonyolultak, nagyon sok a visszaélés lehetősége, itt a szabályozók folyamatosan ontani fogják a jogszabályokat, és itt könnyebb nem lesz a helyzet, csak inkább nehezebb, és még a tőkepiaci compliance-en belül is még további specializáció kell majd. Nem tudom, viszonylag kevés cég, bank, biztosító engedheti meg ma Magyarországon magának azt, hogy ezekre a területekre külön-külön embereket tartson. Úgyhogy ez szerintem komoly kihívás lesz a szakma szereplőinek. Én azt tapasztalom, és most már egy ideje én is elhagytam a pénzintézeti, vagy a pénzügyi szektort, ha úgy tetszik, hogy a pénzintézeti szektor szereplői befektetővédelem területén is évekkel, hanem évtizedekkel állnak más szektorok képviselői előtt compliance szempontból. És ez még akkor is igaz, hogyha azok tőzsdén jegyzett cégek. Te is ezt látod, ezt tapasztalod? Igen, mindig is szerintem compliance szempontból ez a bankpiac, vagy mondjuk azt, hogy pénz- és tőkepiac ilyen tágabban, ez volt mindig a legjobban leszabályozva, a legerőteljesebben. Csak a szabályozottság az oka ennek? Hát ez egy jó kérdés, de a szabályozottság az biztos, hogy az egyik fő driver. Egyébként szerintem a társadalmi elvárások a pénz- és tőkepiacok irányában rendkívül szigorúak. Itt van egy csomó olyan visszaélés, amit normál körülmények között egy átlag ember nem feltétlenül ért, viszont azt látják, hogy itt pénz van, hogyha most nagyon végtelenül le akarom egyszerűsíteni. Ugye a pénzpiacok generáltak már néhány nagyobb gazdasági válságot is, mondjuk így a közelmúltban is, tehát már szerintem egy kicsit túl is van szabályozva. Tehát, hogy ez már kontraproduktív, ez a meg fajta ideális bűnbakok is vagyunk. Igen. Mert ha éppen nem mi, vagy most már nem mi, hanem ők csinálják a válságot, akkor meg a politika úgy csinál, mint hogyha, mert politikailag ez nagyon jól eladható, hogy a bankok, ott a pénz van, ott a, fürdenek a pénzben a bankok, hát ez szerintem azért ma már nem annyira van úgy, mint ahogy régen volt, és a mostani válságnak a bankok sokkal inkább a megoldói, vagy a kisegítői voltak, mint az okozói, és nagyon örülök, hogy felvetetted ezt a társadalmi elvárást, mert szerintem tényleg benne van az, hogy a hevesen reguláltság mellett egész egyszerűen egy ilyen nagyobb közérdeklődés vagy figyelem esik a bankokra, és igen, egyszerűen nem fér bele a botrány, a jelentős visszaélésszerű működés. Igen, én is hasonlóan látom. És milyen szerepe van szerinted a felügyeletnek? Mert én azt látom, hogy van egy nagyon komoly jogszabályi környezet, oké? Még azt is kimerem jelenteni, hogy jobban vannak szabályozva a bankok, mint más szektorok, bár ezzel valószínűleg az atomenergiával foglalkozó, vagy akár a farma szektorban dolgozók lehet, hogy vitatkoznának, bár nem compliance szempontból vannak ők talán szabályozva. De csak azt akartam csak mondani, hogy szerintem a felügyeletnek is szerepe van, mert a felügyelet valahogy úgy sokkal markánsabban benne van a bankosok, biztosítósok életébe, mint más szektorokéban talán vagy. Én is ezt gondolom, de azért ezt tegyük hozzá, hogy ez nem egy magyar specialitás. Nem, egyáltalán hanem ez nem, egy nem, abszolút nemzetközi nem tendencia, tehát hogy a pénzpiacok felügyelete, az inkább egy aktivista felügyeleti magatartás, szemben más szektorokkal, ahol szerintem ez messze nincsen így. Így ilyen pipa, oké, van olyan szabályzat, van, de nem mennek olyan közel sokszor. Ez abszolút nemzetközi, a compliance szerintem abszolút nézik a gyakorlatban is, tehát hogy tényleg ebbe abszolút igazad van. Ha most visszatérnék a szabályozottságra, én most nézegettem egy kicsit azt, hogy más szektorokban hol működik, részben, mert hogy dolgozom ezen a területen, részben meg, hogy tanítok is, és én azt látom, hogy azért szabályozottságban te közelében nincsen más szektor ennek. Ami még egy szabályozott terület, az nyilván a gyógyszeripar, de ott is nagyon érdekes, hogy van néhány nagy ágazati jogszabály, és nagyon nagy az önszabályozás szerepe. A bankszektorban vagy a pénz- és tőkepiacokon, ott alapvetően korábban sok volt az önszabályozás, de ezeket szépen felváltották a jogszabályok, tehát gyakorlatilag most már alig van olyan mozgástér, ami ne lenne jogszabályokkal is behatárolva. Azért a gyógyszeriparban még itt a különböző gyógyszergyártók szakmai szövetségei, mint helyi, mint nemzetközi szinten rengeteg különböző, mondjuk azt, hogy etikai kódexeket adnak ki, és árgus szemmel figyelik a piacon az egyes szereplők a másik magatartását, és nagyon komolyan működik az ilyen önszabályozás. Aztán, hogyha tovább megyünk mondjuk egy telekom szektorba, ott aztán végképp nagyon kevés a szabályozás, és sokkal-sokkal gyengébb ilyen szempontból a felügyeleti kontroll.
És aztán a többi szektorról ne is beszéljünk. Ami nagyon érdekes az, hogy mondjuk Magyarországon hogy jön fel mondjuk a közszférának a szabályozása compliance szempontból. Tehát még 15 évvel ezelőtt gyakorlatilag a nullához közelített, azért egy 10, nem is tudom mikor, 2013-ban jelent meg az első olyan szabály, ami a közszférára nézve is már beszélt integritás tanácsadóról, aki gyakorlatilag egy compliance officer, megfelelő jogosítványokkal, előképzettség, szakmai gyakorlat előírásával, olyan hatáskörökkel, amire nem is gondoltunk volna korábban, hogy a közszférában létezik majd. Aztán jönnek be az állami tulajdonban lévő vállalatok, ugye ott is már megjelennek a megfelelési tanácsadók, nagyon komoly szakmai előírásokkal. Nyilván ez egy kérdés, hogy ez hogy fordul át a gyakorlatban. De minden így kezdődik. Tehát én ez az első lépés, és én azt látom, hogy a compliance szakjogász képzésen is most már döntő hányadban közszférából érkeznek szakjogász jelöltek. Még viszonylag kevés tapasztalattal, de láthatóan próbálnak egyre inkább így a jogszabályi előírásoknak megfelelni. Beszélgetésünk végéhez közeledve engedd meg kérlek, hogy egy nagyon aktuális téma kapcsán is megkérdezzem a véleményed. Régi meggyőződésem, hogy a pénzmosás megelőzés és a GDPR adatvédelem az hát tűz és víz, ezek összeegyeztetése nagyon komoly kihívást jelent mindenki számára. Sok esetben közel lehetetlen is, tekintve, hogy a személyes adatok felhasználásával, védelmével majd, hogy nem szöges ellentétben álló megközelítést alkalmaz a két szakterület. Jó példa erre a hatályos AML direktíva által létrehozott tényleges tulajdonosi nyilvántartás, ami az Európai Unió Bíróságának döntése értelmében gyakorlatilag érvénytelen, az adatokhoz való hozzáférő körét legalábbis nagyon jelentős mértékben korlátozni kell. Hogyan lehet az AML direktíva és a GDPR közötti ellentmondásokat feloldani, illetve szerinted mi lesz így a UBO regiszterrel? Ugye azt látjuk, hogy az Európai Unió Bírósága döntött, tehát most van egy hivatalos jogi álláspont, amivel gyakorlatilag érvénytelenítették azokat a passzusait az AML direktívának, ami szinte korlátlan hozzáférés biztosított szinte bárkinek ezekhez a tényleges tulajdonosi nyilvántartásokhoz. Most van egy kis zavar a rendszerben, mert hogy van már egy ilyen Európai Uniós szinten egy bírósági döntés, ami nyilván kötelező erejű, ugyanakkor az egyes tagállamokban még ilyenek azok a jogszabályok, amik ehhez képest egy sokkal nagyobb hozzáférést engedtek a széles publikumnak. Van már néhány ország, aki úgy döntött ennek kapcsán, hogy felfüggeszti, hogyha lehet ilyet mondani, ezeket a hozzáféréseket. Mármint a harmadik fél számára igen, az elérhető. Igen, például a közép-európai országok közül többen, Németország, Ausztria, a Benelux államok, tehát már több ország viszonylag gyorsan reagált erre a bírósági döntésre, ez ugye tavaly, azt hiszem, hogy november vége felé született meg, és egyébként szerencsére az uniós jogalkotók is most őrült gondolkozásban vannak, hogy mit lehet ezzel a helyzettel csinálni. Én úgy látom, hogy ha majd kijön a hatodik direktíva, és ennek kapcsán még ott különböző EU rendeletek, tehát ugye egybe ez a nagy készülő AML csomag, akkor azért ez tesz egy kísérletet arra, hogy feloldja ezt az ellentmondást, és hát próbálkoznak megoldani, most nyilván teljesen megnyugtató megoldás szerintem nincsen. Én, mint compliance-es, vagy mint volt compliance-es, én nyilván azt gondolom, hogy szükség van a teljes transzparenciára. Nem igazán látom, hogy itt tényleg alapjogok sérülnének, mint ahogy egyébként a felperesek ezt állították az Európai Unió Bírósága előtt. Nyilván ezek egy nagyon különös méltánást érdemlő jogosítványok, tehát a magánélethez való jog, a személyes adatokhoz fűződő jogok, ezek nagyon fontosak, de azt gondolom, hogy itt a közérdek erősebb. Én úgy látom most a hatodik direktívának a tervezetében, hogy próbálnak valamiféle ilyen kompromisszumot kötni itt a jogalkotók, és igazából az van készülődőben, de majd meglátjuk, hogy itt az Európai Unió jogalkotási labirintusából végül is mi fog kikerülni, de hogy a megoldás az lesz, hogy nem a teljes publikum, hanem mindenki, aki jogos érdeket tudja bizonyítani, az hozzáférhet az adatokhoz, és külön nevesítetten megjelennek majd itt a civil szervezetek, meg a független újságírók, ami azért két nagyon fontos tétel. Viszont úgy látom, hogy mondjuk a kutatók azok éppen úgy ki fognak szorulni, mint az átlagember ki fog szorulni majd ebből a körből. De hát nyilván ez most még változhat. Én most néztem meg így a napokban az aktuális tervezetet, abban most jelenleg ez van, úgyhogy ebbe az irányba megyünk. Mert hogy ezek a nagyon jó módú emberek, akik ilyen különböző, kevésbé transzparens cégformákat választanak, nem tudom, mit gondolok, akár a magántőke alapokra, akár a bizalmi vagyonkezelőkre,
ami persze szívük joga, tehát én is nem értékítéletet mondtam, csak az nyilván nem arra lett létrehozva feltétlenül, hogy mindenkinek az órára kössék, hogy ott ki a tényleges tulajdonos, meg egyáltalán hogyan van összerakva. Nekik ez megnyugtató lesz, hiszen hogyha a oknyomozó újságírók, ha hozzáférnek, akkor végső soron az ő aggodalmaik azok hát nem múltak el. Nem feltételezem, hogy nem tőlem féltik az információt, mert ki vagyok én, hanem mondjuk a Direkt 36-tól féltik, mert ott nem szeretnék olvasni magukat. Tehát ez a kompromisszum, amit mondtál, ez szerinted az ilyen típusú aggályaikat kezelni? Ebben nem vagyok biztos. Én azt látom, hogy ugye ez még egy irányelv tervezet. Tételezzük, hogy ez lesz az irányelv, de hogy az irányelv kijön, ugye az még azt jelenti, hogy azt még implementálni kell minden tagállamnak, és azért itt van egyfajta implementációs szabadság. Tehát, hogy azt hogyan fogják az egyes tagállamok majd rögzíteni, hogy és miként kell ezt a jogos érdeket bizonyítani, mondjuk egy újságírónak, egy civil szervezetnek, vagy valakinek, aki majdan ügyfélkapcsolatba szeretne lépni valamelyik tényleges tulajdonossal, vagy valamelyik olyan ügyféllel, akinek a tényleges tulajdonosa bent van a nyilvántartásban, hát ez azért a jövő zenéje. És itt szerintem nagyon változatos megoldások lesznek majd Európán belül is. Én azt gondolom, hogy a jogos érdek értelmezés az megint nyitva hagyja a kiskaput. Igen, tág értelmezésnek ad. Igen. Igen. Zita, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget, András. Ez volt tehát már a Védelmi Vonalak, a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple Podcaston, hogy a következő epizódról se maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi Vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a védelmivonalakukac@gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bácsfalvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feledd, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csakis az üzlet rovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.